Sziasztok, ez a Motoros Utazó csatorna, én Márk Csaba vagyok, és itt vagyunk Berettyóújfalun, a Móló Panzióban. És kitalálom, hogy most jelenleg mire gondolsz, ha nézed a csatornámat és fel vagy iratkozva, most pontosan arra gondolsz, hogy ez megint egy unalmas erdélyi túra lesz. De nem! Micsoda? Valóban Erdély irányába fogunk elindulni, de itt gyakorlatilag egy Balkán túráról lesz szó. Elindulunk Erdélybe, azon keresztül megyünk a Transalpinán, majd utána mondom tovább, vagy tudok jobbat. Iratkozz fel a csatornámra, és akkor fogod tudni, hogy merre járunk. Balkán túrával elég sok országot fogunk érinteni. Na gyere velünk! Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away. But I'm a heavyweight. Apa, óvatosan forduljál meg, jó? Hát csak kamerázok azért. Jó. Ja. Nagyon szépen köszönjük. Ott fizet a hölgy. Ki fizet? Ja, megint a bocsánat. Mit csináltál, mert olyan szép volt. Na mindegy. Tehát csak is meggyes, amilyen tajára. Nem az egész, csak egy kis részt. Mi a baj ezt? Már annyian csináltam. Van nutellás is gyűlik. Cukorka tegyek rá? Cukorka is. Ah, szerintem na, én nem kérlek. Én sem ernék, de olyan jól néz ki. Finom. Nutellás Megylekváros, megint. Végig kristálytiszta. Igen. Gyönyörű. Szépen.
fönt a vonat, lent, igen, csomó viaduk. Erre végig rohantuk úgy baszdmeg a sötétbe, hogy... Évinek pont ezt mondtam, hogy legközelebb, ha nem lesz munkám, és van 3 hónap szabadidő, hogy végig biciklizem. Nem bicikli, hát lehet. Lehet, lehet 80-nal is motorozni. Hülyeség. Ha mi ezt múltkor másfél két óra alatt jöttünk végig, ez ugyanezen az úton, mert hogy 60-nal, 80-nal. Pont azt mondtam a Gabinak, hogy egyszer megnézném ezt lassan. Igen, nem ez a 150-nel. Hát de hogy mivel? Nyomtam, hogy nem hoztál! Laptop! Várják, itt változó. Úgy Csabék nálad, még az is van. Egyébként a kis ujjának hozzáérít a lánchoz, akkor az a tudni. Várják, kicsit megnyomorgatom az ujjamat, és akkor végre kitöltjük. Legyünk még egy kör. Apa, mit mondod? Azért meg felállok innen. Itt hagyjuk? Hát nem hagyjuk. Hát végül csak itt a nyílt utcán. Mit? Akkor vigyük, akkor menjünk. Hát a hengertáskát. De mit csinálnak vele? Hát itt takar minden. Álljunk csak itt meg egy percre. Az, amit most nem hallottatok, azt én mindjárt majd most elmondom, de a hiba nem a te készülékedben van, illetve nem a tiétekben, sajnos az enyémben, tehát amikor ezt a videót felvettem, a GoPro-val nem vettem észre, hogy timelapse sem volt állítva, úgyhogy gyakorlatilag, mint látjátok, eléggé elhadartam mindent. Ezt szeretném most kicsit lassabban és érthetőbben elmondani. Tehát menjünk vissza az estére. Este megérkeztünk, és olyan 9-10 óra magasságában, gyakorlatilag itt egy órával előrébb vagyunk, mint Magyarországon, úgyhogy olyan 8:30-9 magasságában érkeztünk meg. Lepakoltunk, felcuccoltunk a hotelba, gyakorlatilag Zsírvásárhelyen a Hotel Story névre hallgat ez a szállás. Nagyon jó, nagyon szép és nagyon rendezett. Talán ami egy hátránya van neki, hogy magas, 4-5 emeletes, és egy darab lift van, és hát nem túl gyors. De ezt leszámítva egyébként szerintem teljesen jó volt. Fölpakoltunk, majd utána pakolás után lejöttünk a szálloda aljába, és akkor ott még közösen összeültünk, kiszagadtunk, megbeszéltük a napi dolgokat, hogy mik történtek. Majd utána menjünk vissza reggelre. Itt látjátok mögöttem most ezt a Hotel Storyt. Fölkeltem, gyakorlatilag ilyen 6 óra magasságában, és elmentem beszerezni a reggeli kis kávémat. Ez nem tudom, mennyire fog látszódni. Reggeli kis kávémat, de a szállás azért is volt jó, hogy kimentünk a sorompon, ugye volt egy parkolós része, kimentünk a sorompon, és akkor gyakorlatilag jobbra volt egy 200-250 méterre egy benzinkút, ahol megtankoltam, majd ott nem volt Monster, elmentem a másik irányba, ott is egy 200-250 méterre volt egy benzinkút, és ott sikerült beszereznem a saját bejáratú kis reggeli kávémat, mert hát Monster nélkül nem indulhat egy túra nap. Amit még szerettem volna mondani, reggelit elfogyasztottuk, amit el tudok erről mondani, hogy ezért is kitett magáért az hotel, bőséges volt, sok mindenből tudtunk választani, többiek is kávét ittak, teát ittak, amit szerettek volna, tehát fel tudtunk energiával tankolni rendesen, sült békön, rántotta, mindenféle kencefice felvágott, édes is volt, tehát műzli, joghurt, ilyesmik, tehát gyakorlatilag lehetett válogatni sok mindenből. Ezt elfogyasztottuk, összepakoláztunk, és akkor mármint fönt a szobába, és elindultunk lefelé, lefittük a cuccokat, elkezdtük fölpakolni a motorokat, és innen folytatnám is a videót. Figyelj, hogy megyünk, kicsit lelassít, ott van. Ma a túlélésért küzdünk. Ma? Mikor nem? Tegnap volt a bemelegítő, ma a túlélő. Nem, ez úgy lesz, ahogy szokott, hogy leérünk a tengerpart, a Csaba leszáll, na, itt a túl. Gyerünk tovább. Ez ennyit túl. Ez ennyit túl, gyerünk tovább. Semmi érdekes. És még sós is. Csak halom víz, az van már. Összepakoltak, illetve pakolunk, indulunk tovább, megyünk Szerbia határ felé, szerbekhez átmegyünk, aztán ott fogunk kicsit kavírnyázni.
Legalább a zene jó. Megy a zene? Ha. Megöre kicsit a vetőt. Azért. Azért kérdeztem, hogy el akartok-e ázni, vagy nem? Nem, nagyon jók a programok. Nagyon jók. Koszovóban vagyunk, és milyen lemerül a kamera. Igen. És jól látom. Arra vagyok kíváncsi, hogy úgyhogy készültem az. Azt láttuk, hogy az összes termékre ki volt írva, hogy honnan valós, és ott volt a Mogyi, és oda volt rakva, hogy Magyarország. Az összes termékre ki volt rakva, hogy melyik honnan valós. Csak az ásztó. Beszarás. De most nem Magyarországon is kötelező, nem hogy mi? Hogy odaírják, hogy melyik termék van. Nem, nem kötelező. Barbi, van egy ilyen multi. Na, melyik a típus szobátok? Ezeket. Kettes? Itt van három külön elvány van. Igen. Szóval. Az ki? Nem tudom. De a téteknek kéne legyen, nem? Randi, nem? Mindegyik ugyanolyan egyébként, mindegyik szobó ugyanaz. Nagyon szép. Mindenkinek külön állj van? Hát ez nem, ez más.